Sziasztok! Ma az aktuális kedvenceimről lesz szó, erről fogunk a mai videóban beszélni. Illetve az első kettő termék, azok nem kedvencek lesznek, az első az egy hatalmas antikedvenc, a második pedig egy ilyen nem is kedvenc, nem is antikedvenc, de mindenképpen szerettem volna, hogyha szó essen, hogy szó esik róla, mert sokan kérdeztétek. Úgyhogy az első kettő kivételével hoztam nektek pár nagyon, nagyon klassz kis újdonságot és kedvencet. Az első, amiről beszéltem, hogy antikedvenc, ez az Avon Distillery márkájától, vagy Distillery családjából, ez a Press to Impress púder alapozó, amit egy nagyon-nagyon csúnya szóval jellemeztem, amit nem is akarok kimondani, nehogy nekem így gyerekek hallják, mert tényleg olyan nagyon durván kiábrándító ez a termék, hogy nagyon csúnyát tudnék róla mondani. Mert hogy ugye ez egy púder alapozónak van hirdetve, de hogy se púder, se alapozó. Alapozónak botrány, púdernek botrány. Olyan, mintha kb. Sima port vinnél fel az arcodra. Se nem mattít, se nem tartósít, fura alapozónak nem lehet használni, szóval a legjobb primeremet használtam, a legjobb ragacsosabb primeremet, hogy ráragadjon, és a legtöbb porosabb alapozómat, ilyen porállagú préselt alapozómmal az a primer nagyon jól kijön, és nagyon jó alapot biztosít neki. Ezt hiába próbálgattam, bármit kipróbálhattam, ez nagyon-nagyon gagyi, ez borzasztóan gagyi, nem is értem, hogy ezt hogy hozhatták ki, és hogy titulálhatják alapozónak, mert legalább, hogyha csak simán púdernek titulálják, nincs azzal probléma, egy szar púder, de akkor legalább csak szar púder, nem szar púder alapozó, szóval nagyon-nagyon kiakasztott, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mérges vagyok rá, nagyon, ez katasztrófa az én olvasatomban. A másik termék, amiről meséltem, hogy még nem is olyan nagy kedvenc, valószínűleg nem is lesz olyan nagy kedvenc, viszont egynek jó, és említettem, hogy fogok nektek bővebben beszélni róla, ez az Avonnak, úristen rosszat hoztam ide, bakker, az Avonnak az alumíniummentes dezodorát akartam ide hozni, de most ezt a powder softosat, ha vettem le a polcról, mindegy, majd ide megmutatom nektek külön, hogy melyikről van szó. Az egy alumíniummentes dezodor, ami lényegében nem izzadásgátló, hanem csak a szagokat hivatott megsemmisíteni, és kicsit felfrissíteni az ember, de hogy ez nem izzadásgátló azzal, még ugyanúgy izzad az ember, és meséltem is nektek, hogy én nagyon sok ilyen mindenmentes dezodort próbáltam már, és egy se vált be, és azt kell mondjam, hogy még azokon a csilliárdokért árult dezodorokhoz képest is, még talán ez a legjobb, amit így próbáltam alumíniummentes dezodorok közül. Nem tetszik az, és tudom, hogy mindegyiknél így van, hogy ugye nem az izzadás gátolják meg, és ez jó nekünk, de hogy nekem fura, hogy olyan nedves a hónaj részem, én ezt nem szoktam meg, én szeretem, hogyha teljesen száraz, mert hogyha izzadok, és akkor ugye a hónomnál is kicsit ilyen csucsogós, vagy nem tudom, hogy mondjam, tudom, undi, de hogy akkor mindig azt érzem, hogy oda kell szagoljak, hogy büdös vagyok-e, és nem vagyok vele büdös, de azt kell mondjam, hogy nem is olyan nagyon klassz, szóval nem érzem komfortosan magam vele, viszont nem vagyok büdös. Szóval mondjuk még ezzel a fajtával, amit most véletlenül idehoztam, ezzel akár két napig is, nem is érzem meg magamon, hogy esetleg büdös lennék, vagy izzadnék, azzal már, hogyha este lefürdök, már reggelre, főleg így a melegben, nyáron, hogyha éjszaka is mondjuk izzadok, vagy melegebb van, vagy betakarózok, vagy nem tudom, reggelre már azt érzem, hogy van egy kis izzadságszagom, ami nem jó, és este meg nem akarom felkelni csak azért, mert hogy nem tudom, tudjátok, na mindegy. Azt mondanám, hogy ilyen 12 órát tart. És hogyha valaki mondjuk reggel fürdik le, és úgy fekszik le este, most akkor reggel le tud fürdeni, tök jó, én nem szeretek reggel fürdeni, ezzel mondjuk volt egyszer kétszer, hogy muszáj volt, de legtöbbször nem volt olyan nagyon durva ez a szituáció. Na de a lényeg az, hogy szerintem árértékarányban, talán egy ilyen ezresbe kerül, árértékarányban egész jó. Egész jónak mondanám, amikor rajtam van is a délelőtt meg a délután folyamán, mondjuk ilyen 5-6 óráig tök jó. Semmi fura szagom nincsen, nem keveredik össze az izzadsággal is, lesz egy ilyen fura izzadságszagú dezodor. Úgyhogy egész jónak mondanám.
És jöhetnek is a kedvencek. Az első, amit szerintem biztos, hogy sokan vártak már, ez a One Step körkefés hajszárító. Imádom, a dobozában tartom, mert hogy a hajszárítók, hajvasalók közé nem fér be, mert hatalmas ez a kis kütyű, úgyhogy az asztal mellett tárolom kb. A sarkánál szépen így beállítva. Nagyon-nagyon szeretem, láttok majd róla videót, készült már pár héttel ezelőtt. Imádom, tényleg, ez egy nagyon-nagyon szuper kis készülék. Hajszárítót azóta nem is nagyon használok. A közepes hőfok vált be nekem a leginkább, szóval a közepes... hogy van ez? Igen, middle, az a neve. Middle, az vált be. Nem is hangos, mármint hogy sokkal halkabb, mint a másik két fokozat. Illetve az én vékony szálú hajamnak pont jó. Az alacsony hőfok is jó volt neki, viszont ezzel a közepes hőfokkal sokkal tartósabb maga ez a beszárítás. Aztán van itt szintén egy hajápolással kapcsolatos kedvencem, ez a Syosznak a keratin hét hővédője. Ezre is próbálok jobban odafigyelni, hogy még ennek a használata mellett is hővédőzzek, és nekem ez a fajta Syoszos hővédő nagyon-nagyon bevált, szerintem talán eddig az a legjobb, amit próbáltam, és nem próbáltam olyan sokat, kb. 3-at. Ez meg mondjuk, ezzel együtt mondjuk 4-et. De hogy még mindig ez a legjobb, amit próbáltam. És igen, van benne alkohol. Hogy miért, ne kérdezzetek, fogalmam sincs, de megnéztem a legtöbb ilyen hővédőt, és mindegyikben van. Most itt majdnem mindegyikben van. Lehet, hogy az alkohol valahogy így kiüti a hőt, és valahogy ezzel lehet mókolni, és ennek van benne értelme. Nem fújok rá olyan nagyon sokat szerintem, hogy érezhetően szárítaná a hajamat meg. Mondom, én utána olajozok, előtte utána olajozok, balzsam, pakolás, hajspré, hajápoló spré. Szerintem ez jobb lenne, ha nem lenne benne az alkohol, de benne van, és amúgy meg nem ragacsos, nem gubancolódós, nem semmi negatívumot nem tudok vele felsorolni. Remélem, hogy valóban teszi a dolgát, úgyhogy már ennyit elhasználtam belőle. Mindig használom, hogyha hajszárítózok, vagy hajvasalok, vagy ezt használom, úgyhogy egynek jó. És tényleg én is azáltal választottam, hogy krémen ilyen, ez kapta a legjobb értékelést, és valóban van benne valami. Árértékarányban szuper. Aztán van egy testápolási kedvencem is, mégpedig a Biodermának ez az új Atoderm Intense Gel kréme, amit nemrég kaptam a Biodermától, és azt kell mondjam, hogy ez a legjobb nyári testápoló, amit én valaha használtam, és még arcra is tudom használni. Egy az, hogy lehet arcra használni, szóval azt írja, hogy testre és arcra, valahol itt kifejtettebb bővebben. Egyébként azt írja, hogy kimagaslóan nyugtató, hűsítő ápolása, nagyon száraz, irritált, atópiás bőr számára, innovatív textúrával, tényleg ez a hűsítős, ilyen nagyon glik, hasonló, mint a lóbalzsam, tudjátok, az a hűsítő érzés, viszont nincs olyan büdösebb, olyan mentolos illata, semmilyen illata nincs a lényegében, és az arcomra is nagyon szuper volt, nem pattogtam ki tőle, hanem egy ilyen kellemes, hidratáló érzés volt utána, és nem olyan túl más az arcomon sem, úgyhogy ez szuper, tényleg. A másik atodermes testápolót is nagyon szeretem, de ez milliószor jobban beszívódik. Úgyhogy nagyon szuper. És a következő az már 4 termék, ami hátra van, 4 smink termék. Vagyis nem. Vagyis de. Vagyis, hát, ez smink termék és hidratáló, szóval, hogy mondjuk smink terméknek. Ez már volt benne szerintem kedvences videóban, de most újra beleteszem, mert hogy szinte csak ezt használom reggelente az arcomra. Ez a Good Molecules-nak a szilikonmentes primer hidratáló kréme. Elvileg lehet este is, meg reggel is használni, írja, hogy AM-PM, de én a smink alá szeretem nagyon-nagyon használni, szuperül tartja az alapozóma, szuperül hidratálni, nem is teszek fel semmilyen hidratáló krémet, mert nagyon-nagyon szuperül hidratál, úgyhogy szerintem ez egy tök jó termék, hogyha kerestek egy ilyen hidratálós primert, amiben mondjuk nincs szilikon, nincs illatanyag, nincs semmilyen bőrirritáló összetevő.
Aztán van egy alapozóm, ami szerintem nem fogtok meglepődni, hogy belekerült ebbe a videóba, mert hogy mondtam is, hogy ez egy szuper alapozó, és hogy nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. Ez a L'Oréal-nak az Infallible 24 órás fresh per alapozója. És igaz, hogy az árnyalat nem teljesen jó, hogyha nem önbarnítok, akkor egy picit sötét és egy picit sárgás, és nem tud annyira oxidálódni, hogy teljesen beleolvadjon az arcbőrömbe. Nem olyan nagyon feltűnő, szóval nem tudom, még ilyen közelségben sem lehet nagyon látni, hogyha valaki ilyen közel van hozzám. De hogyha én belenézek a tükörbe, akkor én látom, hogy hol van az a bunthal, ahová én fölvittem. Viszont nagyon tartós, nagyon szép fedése van, könnyű viselet, könnyen el lehet dolgozni, csak jókat tudok róla mondani. Szóval, hogy azt kell mondjam, hogy lehet, hogy erős lesz ez a kijelentés, de hogy lehet, hogy ez lett most a legkedvencebb drogériás alapozóm, mert nagyon jó fedése van, és a tartósága is nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ez méltán bekerült ide a kedvencekbe, nem is hagyhattam volna ki. Aztán van egy pirosítóm van, ez a H&M-nek a pirosítója, ami nagyon nagy meglepetést okozott, mert igaz, hogy akciósan vettem, de csak azért vettem, hogy elérjem az ingyenes szállításos határt a H&M-nél. És belekerült ez a kis sminktermék a kosaramba, és nem bántam meg. Gyerekek, imádom. Szóval majdhogy nem ez lett a kedvenc pirosítóm. Ez a Sandy Rose árnyalatú H&M, nem tudom milyen, Pure Radiance Powder Blusher nevezetű pirosítója, én ezt akciósan vettem 1500 forintért, és még mindig kapható, úgyhogy nézzétek meg, mert tartós, mert szép, mert pigmentált, mert baromi könnyen el lehet dolgozni. Gyönyörű ez a szín, szerintem ez majdhogy nem mindenkinek jól áll, feketéknek, szőkiknek, barnáknak ez a klasszikusabb, rózsásabb árnyalat. Nagyon szuper, szóval, hogy így meglepően jó, és szerintem másik árnyalatokat is be fogok szerezni, mert nagyon jó. Aztán az utolsó, amiről sokáig nem tudtam, hogy most mi lesz a sorsa, hogy bekerül-e majd a kedvencek videóba, de végül csak belehoztam, mert hogy maga a termék és maga a termék funkciója jó, és nagyon szeretem, és tényleg. Egyébként egy szempillaspirálról van szó, az Avon-nak a Distillery Lashed Up szempillaspiráljáról van szó. Most is ez van a pilláimon, nagyon szeretem. Viszont annyi festéket fölvesz az ecset, hogy mindig, minden egyes használat előtt muszáj egy picit leszednem a festékből, vagy egy papírzsebkendőre, vagy ide az oldalára, mert hogy rengeteget, és annyira be tudja csomósítani, hogyha az ember túl sokat visz föl belőle, viszont hogyha a jó mennyiséget viszi föl, és hogyha leszette a plusz festéket, lehet, hogy egyébként, hogy ez a kiszerelés ilyen csak, hogy túl sok festéket visz fel a keféle, nem tudom, de hogy ha meg a festék nem túl sok, akkor viszont csodás szempillákat csinál, és tartós, és nem pereg, és nem potyog. Ellenben nagyon szépen le lehet mosni, nap végén nem kell dörzsölni, tudjátok, hogy nekem ez nagyon fontos a nap végén, hogy tartós legyen az a szempillaspirál, nekem ne kenődjön, meg ne potyogjon, viszont este ne kelljen, nem tudom mivel lerobbantani a szememről, meg itt csóri kis szemkörnyékemet nyúzni azzal, hogy nem akar lejönni. Úgyhogy ez tartós is, könnyen is le lehet mosni, fekete is, két rétegben szuper, sőt valakinek szerintem még, hogyha kicsit dúsabb, meg hosszabb a pillája, akkor szerintem egy rétegben is tök jó, illetve ez a Distillery márka, ez már az Avonnak, tudjátok, ez az állatkísérletmentes vonala. És látjátok, hogy lett egy kedvencem is, meg lett egy hatalmas antikedvencem is a vonalból, de ez egy picit jobbá tette a Distillery-hez való hozzáállásomat, mert először ezt próbáltam, és úgy voltam vele, hogy na jó, hogyha többi is ilyen lesz, akkor meggyűlik a bajom az Avonnal, de szerencsére ez így kiütötte a rosszat, és akkor ez így a jó kategóriába volt sorolandó. Na de ennyi lett volna ez a mai kedvences videó. Remélem, hogy hasznos volt számotokra a termék, amiket bemutattam, és amikről most beszéltem veletek. Találkozunk legközelebb is, remélem, hogy velem tartotok. Sziasztok!